Kezdjük a férfiakkal. Kezdjük a férfiakkal? Aha. Milyen az ideális férfi? Aha. Ezek kutatók. Kutatók állapították meg, hogy milyen a tökéletes férfi. A nők szerint az első pont, hogy okos. Az intelligens férfiakat vonzóbbnak látják a nők. De azért, mert hogy elvileg akkor kisebb az esélye, hogy hűtlenek lesznek. Nagyobb esélye házasodnak már. Ez kimutat, ez tény. Benne van, figyelj, 2018-as finn tanulmány szerint, ez olyan, mint a brit kutatók szerintem, az intelligens férfiak nagyobb esélye házasodnak meg, különösen azok, akiknek verbális képességei erősek. Ebből körülbelül... Na ez érdekes. Szerintem, hogy a verbális képességeik erősek, akkor könnyebben házasodnak meg, ez azt jelenti, hogy a nőkkel, vagy azzal a nővel, aki a partnerük, azzal verbálisan fel tudják venni a versenyt. Mert azt tudjuk, hogy a nők sokkal verbálisabbak, mint a férfiak. Sokkal verbálisabbak. És de az nem biztos, hogy jobban is kommunikálnak, attól, hogy többet beszélnek. Inkább az beszél lukat a másik hasába, aki többet, mond, többet mondja. Tehát általában úgy szokott menni, hogy aki több időt tölt beszéddel, az nagyobb részt ragadja el a narratívát. Tehát, hogy a nők általában többet beszélnek, mint a férfiak, és a férfi cselekvő. A nő a sokkal beszélőbb. A férfi az a... Ez is az archetípusa, hogy ő hallgat, és amikor cselekedni kell, akkor cselekszik. Tehát gondol és cselekszik, de nem mondja. A nő az kevesebbet cselekszik, és többet beszél. A cselekvései a nőnek azok is a beszéd által valósulnak meg. Ugye ezt szokták mondani, hogy a férfi a fej, de a nő a nyak. Utálom ezt a mondást. De ez egy jó mondás szerintem. Ez egy jó mondás. Jó mondás, mert elmond valamit. Azt, hogy abban is hiszek, hogy a nő választ. Én hiszem. De miért gondolod? Azt tapasztalom is, hogy a nő választ. A férfinak, a férfi tulajdonképpen bármilyen nővel kapható. Valamilyen módon egy férfi az könnyen elcsábul. A nő választ, a nő az, aki kevésbé kell a férfi, főleg a fiatalkorban, amikor a szexualitás szocializációja nagy részt lezajlik. A nő akkor tud választani, hogyha van miből, egyrészt, másrészt pedig a nő nagyon könnyen tud magának egy éjszakára vagy egy kalandra férfit találni, viszont nagyon nehezen tud párkapcsolatot találni. Vagy fordítsuk meg, a nő nagyon könnyen tud magának kalandot találni, a férfi meg nagyon könnyen tud magának párkapcsolatot találni. Csak egyik se azt akarja, amiből könnyen tud. A nő az nem csak szexet akar. Hát pont ezt mondom. A nő az nem csak szexet akar, és ha tőle csak szexet akarnak, és ő tényleg benne van a szexben, ő többet akar. Persze, ezért mondom, hogy könnyen akarna, de nem azt keresi, hanem párkapcsolatot igen, akar. Igen, és a Tinder kultúrája az elférfiasítja a nőket. Nagyon durván. Tehát ők is ezek szerint, a férfi referenciák szerint kezdenek el élni és működni. Nem nagyon marad más választásuk szerintem. Szerintem két lehetőség van, vagyis két dolgot tanul meg hazudni a két nem, a Tinder kultúra kapcsán, ahogy te mondod. A nők megtanulják azt, hogy hogyan játsszák el, hogy ők valójában tök könnyedén kezelik a kalandokat is, mert ez lehet egy ilyen kopogtató egy párkapcsolathoz, mert különben nem áll levele a férfi. A férfiak meg egyre jobban megtanulják azt hazudni, hogy hogyan kell úgy tenni, mint hogyha párkapcsolatot szeretnének, mert mégis melyik az a nő, aki arra fogja kinyitni az ajtót, hogy figyelj, én nem akarok barátnőt, én nem akarok csajt, én akarok egy jó pár órát eltölteni veled, és utána soha többet föl nem hívni. Ez a szupermarket modell párkapcsolatok elfogyasztása, elhasználása és eldobása, ez egy férfi típusú párkapcsolati dinamika. Igen. Nem egy női típusú. Igen. Azt szokták mondani, hogy a nő az a
az a férfi figyelmét akarja, és ezért fizet a testével. A férfi meg a nőnek a testét akarja, és ezért fizet a figyelmével. És természetesen a férfinak is szüksége van a nő figyelmére, és a nőnek is szüksége van a férfi testére, de a hangsúlyok azok el vannak tolódva, azért az érződik, hogy ezek el vannak tolódva, és a férfiak ezzel nagyon csúnyán visszaéltek, azt hiszem. Nagyon, nagyon durván visszaéltek. És a nők a tulajdonképpen, hát az, ez a szörnyű, szerintem ez van a feminizmusnak a hátterében is, hogy a nők elveszítették a szexuális forradalmat. Vagy a vesztesének érzik magukat legalábbis. De milyen értelemben? Hát, hogy, a, hogy őnekik van 25 termékeny évük nagyjából. Ez alatt a 25 termékeny év alatt őket belerántják ebbe a férfi típusú Tinder élménybe. Abban szocializálódnak, és közben elfogy a petéjük, és hirtelen ráébrednek arra, hogy elmaradtak a principiumokkal, a férfi principium hajszolása közben. És akkor megtérnének a principiumokhoz, de már olyan nagyon-nagyon régen látták utoljára, hogy fel se ismerik, és végül kifutnak az időből. És ettől megkeserednek, megátalkodnak, és hát erőt vesz rajtuk a férfi gyűlölet. És én értem ennek a forrását. Ez egy elkeseredettség. Míg a férfinak meg hallatlan mennyiségű ideje van, hallatlan mennyiségű spermiuma van, meg ő neki pont túl sok van. Nem túl kevés. Ő attól szenved, hogy pont túl sok van neki. És amíg a nő szexuális értéke a húspiacon, az fiatalon tetőzik, és ahogy idősödnek, úgy veszítik el az értéküket a húspiacon, addig a férfiakkal meg pont fordítva van, fiatalon nagyon alacsony az értékük. És ahogy igen, és még végül a nyugdíjas otthonban egy állóbré, az már egy főnyeremény, az már egy bingó főnyeremény. Ez valami végtelen önzőségre enged következtetni ez a lista. Mert elkezdtük az első ponttal, hogy legyen okos a férfi. De miért legyen okos a férfi? Azért, mert a nőnek kapcsolati értelemben az előnyt mutat. Nem azért, mert akkor tudja tisztelni a férfit, akkor tud felnézni rá, akkor tud tanulni tőle, vagy azzal elnyer valami kiváltságot a nő szemében. Nem. A tanulmány azt mondja, hogy azért kell, hogy okos legyen a férfi, mert akkor jobban tud kommunikálni a nővel, és akkor jobban fogja feleségül venni. Tehát az egész a nő tükrében, vagy a nő vonatkozásában értelmezendő, és akkor így folytatódik, hogy támogatja például a partnere karrierjét. Tehát a tökéletes, férfi... Én azt hiszem, hogy ez nem egy kutatás. Nem, ez valószínűleg valami újságíró nő. Nem, ez egy ilyen feminista diskurzus, ami így zajlik. Ez egy ilyen, egy ilyen feminista továbbképzés. És a négyes pont, milyen érdekes, megint arról szól, hogy a nő tükrében milyen a férfi, mert az ideális férfi érdeklődik a családod és a barátaid iránt. Egy 2017-es tanulmány szerint a férfiaknak legalább annyira fontos a barátaikkal töltött idő, mint a szerelmükkel kettesben lenni. Meglepő állítás, de kétségtelen, a baráti kapcsolatok szerepe nem elhanyarolható egyik fél szempontjából sem. Meglepődtél? Ezért kutatni kellett. Ez jó, hogy erre állami pénzeket elköltenek. Hogy különböző egyetemek ezt kikutassák. Ugye ez kiderüljön, hogy milyen fontosak a baráti kapcsolatok a párkapcsolat mellett. A nőnek is. Igen. Nem csak a férfinak. Igen. Érzelmileg intelligens. Az alacsony értelmi intelligenciával rendelkező férfi hajlamos a partnerét okolni a problémái miatt kilépni az érzelmileg fűtött helyzetekből. Ellenben egy érzelmileg intelligens férfi tiszteli és szereti a partnerét. Mennyire vagy érzelmileg intelligens, Robi?
partneren nem múlik semmi. Ha érzelmileg intelligens vagy, akkor tiszteled és szereted. Legyen az a partner akármennyire is méltó a tiszteletre, vagy a szeretetre. Aha. Ha őt te méltatlannak látod a tiszteletre, vagy a szeretetre, nem vagy elég intelligens. Be kéne iratkoznod feminista továbbképzésre, a Helsinki Egyetemre, gondolom, ahol tovább tanulnál, ezáltal intelligensebb lennél, verbálisan is jobb lennél, és már is rájönnél, megértenéd, hogy te neked más nő bugyjába turkálni nem is izgalmas, végig nem is volt fontos, vagy csak nem voltál elég intelligens, hogy átlásd, hogy ez csak az ösztönök játéka veled. De az intelligenciának egy bizonyos fogán, amikor már rendesen a szociológia tanszékeknek a feminizmus szakirányán végre tovább képeztek téged, egyszerűen rájössz arra, hogy hát csak a feleségednek, illetve az élettársadnak a puncia az egyetlen, a bugyja az egyetlen, ami érdekes. Az egyetlen, és mert megérted, ennek is van egy megoldó képlete, amit ott tanítanak. És megérted, hogy a többi az miért hamis punci. És nem is akarom többé, tudod? Hát ilyen az intelligencia, a tudomány. A tudomány megváltotta a párkapcsolatokat, csak tovább kell tanulni a férfiaknak a Helsinki Egyetemen. De annyi jogosság van benne, hogy ha nem tudod tisztelni, meg mi volt ez, mit tudom én, mert tisztelni és szeretni a másikat, akkor meg miért vagy vele? Egyébként. Hát, és ha nem tudod tisztelni és szeretni a másikat, egész biztos, hogy te nem vagy elég intelligens. Nem lehet, hogy a másik mondjuk nem tiszteletre méltó. De akkor miért vagy vele? Akkor hagyd ott. De ilyen egyszerűek az emberi kapcsolatok. Persze, valaki, minden kultúra. Ha nem tudsz, valakit nem tudsz. Tehát éppen az a lényege, hogy abban a pillanatban, hogy te valami nem tiszteletre méltót találsz benne, vagy nem tisztelet, te hagyd ott. Így hagyjuk ott egymást, meg így dobjuk el egymást. Nem tudod eléggé tisztelni, hát akkor megpróbálod így. Az ember, tudod, az elköteleződés, meg a felnőttség elvileg azt jelenti, hogy az ember nem dobja el csak úgy, hanem megpróbálja megjavítani. Próbálja. És aztán újra próbálja, mert elköteleződik. Kérlek mag, érted? Tehát, hogyha együtt van két ember és elköteleződik, akkor annak van valamilyen féle szeretett bázisa. Ha más nem, akkor vissza lehet nyúlni azokhoz a gyökerekhez, hogy annak idején egyáltalán mi volt az, ami miatt megszeretted őt. De hogyha ez már nincsen meg, ha nincsen már összességében véget tisztelet a másik ember iránt megszeretett, akkor ott nem tudom, hogy van-e bármi megjavítani való. Mondjuk te nem tiszteled már a másikat, de olyan nagyon régen vagy már vele, az alatt lecserélődött az összes sejtel, lehet, hogy többször, hogy nem mered elhagyni, mert félsz, hogy rátör valamiféle rémület, mondjuk. Igen. Nem olyan egyszerű ám ez az embereknek. És akkor benne maradnak, beleragadnak egy, tudod, szexmentes, intimitásmentes, ingerültségektől terhes kapcsolatban. Mert még mindig biztonságosabb, mint odakint a semmiben, az űrben. Az űrben lebegni, és a magánnyal, tudod, a kongó ürességgel, a lakás csengével. Egyedül ott maradni. Ami egy idő után hozzászoksz, egy idő után megunod, és akkor jön a Tinder. Az a baj, hogy kevés, ugye mindenben, ugye ma, az eleszmétlenedés korában, kevés az érvény, és sok az élmény. És hát most az élmény központú, meg élménycentrikus az egész. Márpedig egy párkapcsolatban az élmény elfárad, az érvény az meg... éppen, hogy megszületik és felerősödik. Érvény az összetartozásunk, aminek a jelképe lehet a gyűrű, az érvény a gyerek, meg a közös élet, a közösen tervezett jövő, mondjuk közös gyerek vagy közös gyerekek, az úgynevezett család, az mind az érvénye egy párkapcsolatnak. Hát a gyűrű nem lehet az érvénye. De a szimbóluma lehet egy érvénynek. Abban a szimbólumban kifejeződik egy érvény. Az, hogy ők összeházasodtak, az jelzi, hogy ők egy párt alkotnak, és ezt ők ki akarták ezzel fejezni, ebből következik valami. Én értem, hogy kevesebb, mint a gyerekből sokkal, de következik belőle valami. A,
az élmény az meg közben természetesen elfárad, hiszen a szexualitás is, mint minden, megszokássá válik, és aztán homeosztázissá válik. De az egyértelmű, engem azt foglalkoztat, hogy már ezen messzebbre viszik már az... De az a baj, tudod, az... Hogyha úgy él egymással két ember, mint ahogy te most felhoztad példának, hogy igazából már nincsen meg a szeretet, mert csak a félelem tartja össze a két embert, az attól való félelem, hogy mi lenne, hogyha nem lennének egymásnak, és feszültséggel, ingerültséggel teli, tiszteletlenséggel teli, megbecsületlenséggel teli kölcsönösen, nyomorultsággal teli, akkor a gyerek az elegendő érvénye ehhez, nem lehet el, hogy a gyereknek inkább jobb lenne, hogyha nem ebben a feszült, mindenképpen kártékony vagy toxikus közegben kellene élnie. Nem az van, hogy ezzel az éppen váló nők, akik szétszakítják a gyereknek a lelkét meg a pszichéjét a saját sérelmükkel, sérelmük mentén, ezek juttatják magukat ezzel, hogy tulajdonképpen a gyerek érdekében csinálják. Nem tudom, a gyereknek is jobb, gyereknek is jobb, mint egy olyan kapcsolatban, amiben mi rossz. Én is így érzem. Érzem, tehát, hogy ha azt látja a gyerek otthon, hogy egy folyamatos feszültség van, amikor az megvan az az élmény, nem? Amikor nem is kellenek szavak, hanem már a levegőben vibrál egy ilyen folyamatos mondatlan borzalom, és azért a gyerekek azok picik, de nem hülyék, és ezeket érzékelik. Igen, persze, hogy érzékelünk, de én úgy gondolom, hogy valamit vagy meg kell javítani, vagy ha nem lehet megjavítani, akkor el kell engedni. Amikor a férfi vagy nő elköteleződne egy ilyen kapcsolatba, vagy el akarnak elkezdeni elköteleződni egy ilyen kapcsolat iránt, hogy az érvényt elkezdje felhalmozni az élmény helyére, már túl van 15 év élményszocializáción, ami a szexuális kultúráját képezte addig. És 15 évnek a rutinjait, 15 évnek a működését, beidegződését. Nem olyan könnyűen felülírni. Ezért azt gondolom, hogy azok, akiknél működik a monogám párkapcsolat, vagy akkor úgy mondom, hogy a házas élet a család, azok viszonylag korán elköteleződnek egy partner mellett. Igen, fiatalon. A nem tudom én, harmadik, negyedik legfeljebb párkapcsolatuk, vagy harmadik, negyedik párkapcsolatuk, meg mit én, de egyes számú, tehát vagy egy számjegyű szexuális partnerek. De ott meg van az a veszély, hogy 25 évesen összeházasodik két ember, és aztán amikor 45 évesen ott állnak, a gyerek már kirepült a fészekből, akkor rájön, hogy úristen, hát ő még mennyi mindent nem. Most hívjuk ezt veszélynek. Hát, valaki 45 évesen már fölnevelt két gyereket, és azt mondja, hogy akkor most elkezdeném a második szakaszát az életemnek. Szakítási szempontból persze, az egy veszély. Hát az a másik fél számára veszély, hiszen az ember, ha elköteleződik, akkor arra van berendezkedve. De ezt nagyjából elvégezték, ezt a szülőségüket. Hát most jöhetne a nagyszülőség, de ha kimerült a párkapcsolatuk ez alatt, miért ne lehetne egy második fejezetet írni? Nem muszáj erre rájönni 45 évesen. Rá lehet jönni arra is, hogy csodálatos volt az előző 20 év szülőség, most jöjjön 20 év nagy szülőség. Az jobb, hogyha fiatalon összeházasodnak, és nincsen még meg ez a 15 év élménybeidegződés, azért nem működik a monogámia, mert az ember begyakorolta már évek hosszú során azt, hogy milyen jó is. A sorozat monogámiát. Azt, hogy jó tinderezgetni, jó randizgatni, jó ezzel-azzal lefeküdni, aztán jó valakivel párkapcsolatot létesíteni, azt leigázni, kvázi kicsi házasságot, persze nem házasság, de tudod, mi házasságot, párkapcsolatot, amiben aztán nem tudom én elubickolunk egy évig, elubickolunk még egy-két évig, aztán meg egyszerűen elengedjük egymást, megint tinderezgetünk, megint nem tudja, eltelik fél mámoros év, úgyhogy ezzel is, azzal is, aztán valakit leigázunk, valaki által leigázódunk, abban benne maradunk, abban csomunk sérelmet, meg fájdalmat, meg minden tapasztalatot szerzünk, aztán megint szétmegyünk. Folyamatosan egy ilyen romantikus regénynek a főhőse vagy, mert újra meg újra menetre. Keresed a boldogságot, de valójában nem a boldogságot keresed, hanem az élményt.
Valójában az élmény. És azt hazudod magadnak is, azt hazudod, hogy te el akarsz köteleződni. Hogy te most az igazit akarod megtalálni. Igen, igen, és aztán amikor végül ilyen alapon megtalálod, akkor ki így belehergeled magad, belehergelitek magatokat közösen egy hatalmas esküvővel, szerelmetek nagy sójával, hogy ez az igazi, ő az igazi. De akkor már tudod, 15 év kőkemény, tinderes, sorozat monogámiás, párkapcsolati... De ne keverjük ki a Tindert. Én most azért vegyük ki az egyenletből a Tindert, mert olyan a Tinder emlegetésével, mint hogyha ezt a 15 éves repetitív újra meg újra megérés, csak a szexre koncentrálva mondanám, pedig nem, mert úgy éli meg ezeket a mini házasságokat az ember egymás után, hogy abban az élmény minden érzelmi fokát... Minden érzelmi fokát, de semmi igazi tét nélkül. Persze, hiszen igen. Már volt 8 ilyen, akkor igen, most már... Igen, meg nem akarunk gyereket, meg nem akarunk örökre együtt lenni, és ezáltal létrehoz egy olyan 2-3 éves ciklust magában, önmagában, a működésében, ami ciklus elkezd ketyegni, akkor is, ha te ordinári nagy esküvőt rendezel, és nagyon-nagyon elhiteted magaddal, meg az egész nász néppel, meg az egész rokonsággal, mindenkivel, hogy na ez az igazi szerelem. Amikor a te ciklusod letelik, a belső órád jelez, ahogyan mindig a múltban gyakorlatilag legyártottad magadnak ezt a párkapcsolat időközt, amikor ez kitelik, akkor te azon kapod magad, hogy elkezdesz levelezgetni ezzel de azzal, nem, egyel nem, mással. Ez része, igen, de szerintem, aki így éli meg az élményt, hogy akkor ilyen komplett kapcsolatokat, akkor ott az élménycsomagnak nagyon is a része az a szenvedés, meg az a dráma, meg az a szakítási őrület, amiben már tényleg már először összetört a szívem, hogy ezt végigviszitek magatokat egymáson. Igen, igen. Igen, végigviszitek egymáson magatokat, végigviszitek másikat magatokon, és kimerítették titek egymást teljesen. Csak ez rohadt nehéz benne, tehát menet közben felismerni. Hiszen annyira elhiszi az ember saját magáról, hogy ő valóban az igazit keresi. De nagyon egyszerű a végére járni, nagyon egyszerű, egyetlen kérdést kell feltenni magadnak. Mit? Hajlandó vagy-e te erbe esni most? Hát nem, most hova, az utca kövére? Vagy hajlandó vagy-e teherbe ejteni a partneredet most? Tehát úgy, most érted, a férfiaknak is szól a kérdés, érted? Hajlandó vagy egy gyereket csinálni most? Érted? Ez az egyetlen fontos kérdés. De ami nem akar egyáltalán gyereket? Ja, hogyha egyáltalán nem akar, gyereket, akkor semmi baj nincs. Hát akkor ő jól éli az életét, akkor nem maradt el semmivel. De az az ember, aki nem akar gyereket vállalni, akkor ő neki nem is jár egy hosszú távú monogám párkapcsolat. Nem, hogy nem jár. Ő neki olyan hosszú távú a párkapcsolat, amennyit ő akar. Azt nem szabja meg a biológia, meg nem szabja meg a gyereknek az érdeke. Az nem kell alárendelni valami fontosabbnak vagy nagyobbnak. Az öncélú, önmagáért van. És az úgy van, mert neki úgy a jó. És kész. Ha nem akar gyereket, de azt hazudja magának, hogy hát ő valójában gyereket akar. És valójában hátul a kis agyban tényleg akar gyereket, de nem most. Ez nem most nem téma. Tudod? Valójában az élményt keresi. De ez abszolút egy ilyen 21. század, vagy a 20. század végére passzintható tétel is, hogy az élmény nem csak párkapcsolati élmény, hanem hogyha megnézed, hányszor beszélgettünk már erről, ha megnézed egy reklámot, kinyitsz egy újságot, megnézed egy filmet, vagy bármi, akkor ömlik rád az, hogy igen, mert megérdemled, igen, mert ez neked jár, igen, mert ne hagyd, hogy mások éljék meg helyetted a pillanatot, tehát az elképesztő megállás nélkül, hogy valamiről lemaradsz. Mi alatt mi most itt ülünk és beszélgetünk, lehet, hogy kint a világ bulija zajlik, két utcával arrébb, és úristen, lemaradunk róla. Mondjuk engem pont nem érdekel, ha lemaradok, de érted a felvetést. Így gyártják a tömeget az emberekből a médiában. Ez a különös, ez a bizarr benne, hogy azzal gyártják a tömeget, hogy azt mondják neked, azt hazudják neked, hogy különleges vagy. Uh-huh. Miközben éppen az ellenkezője igaz. Ez a hazugság, és te elhiszed, hogy te különleges vagy, és hogy te neked jár. Ki jár a, tudod, a szénsavas üdítő ital. És akkor te kiválasztottnak érzed magad, és ebben vagy teljesen átlagos, teljesen triviális, teljesen
teljesen nyomorúságosan profán. Az ilyen paradoxonok, ezek az átlépő kapuk a valóság és az igazság között. Ilyen például az, hogy csak akkor maradhatsz önmagad, hogyha folyamatosan változol. Mert a körülmények is folyamatosan változnak körülötted. De meg akkor tehát, hogyha ugyanolyan maradsz, akkor megbetegszel, mert nem maradhatsz ugyanolyan. Hanem az az önazonosság, folyamatos változás képezi az önazonosságot. De a férfiaknak közt is van egy csomó olyan, aki a szexuális forradalomvesztesének érzi magát. Amennyiben? Mivel, hogy a szexuális forradalom, igen, de ott tudtam, hogy oda fogok. Ők a vesztesei. Mivel, hogy a szexuális forradalom eltörölte a régi világnak a törvényszerűségeit, a követelményrendszereit, ezért ma már tehát megszűnt a monogámia abban az értelemben, hogy egy férfinak több partnere is lehet, egy nőnek is több partnere lehet akármikor. Kérdés, hogy a többi partner tolerálja ezt, vagy sem, de igen. De hát az annak az illetőnek a dolga, hogy a saját életében ezt megoldja. Ja, persze, de hát ez nem egy új keret, tehát vannak kultúrák, ahol hálemek vannak. Tehát... Igen, de hogy a mi kultúránkban nem így volt. És hogy ne viccelj már, nem, több száz évvel ezelőtt is ott volt a szeretők intézménye. Igen, de az a az a kivétel volt, és nem a szabály, és titok volt, és szégyen. És most nem az? Nem. Most nem az. Vannak olyan, most már a féltársadalom egyáltalán nem bélyegzi meg ezt. De hány olyan partner van, aki tényleg tiszta szívből őszintén elfogadja azt, hogy ő mellette vannak mások is ebben a párkapcsolatban? Hány partner van, amelyik meggyakorolja ezt? Gyakorolni rengeteg gyakorolja, de titkolja. Igen. Titkolja. De az, aki meg úgy él, hogy nem kötelezte el magát, nincs párkapcsolata, hanem egyszerűen csak Tinder függő. Uh-huh. Egy olyan férfi, aki a Tinderen él, és a Tinderen szörfözve éri a hétköznapjait. Egy ilyen férfi több nőt több nőt futtat, kvázi több nővel futkos, vagy hogy úgy mondjam, több nővel van párhuzamos kapcsolata. Igen, de a nők jelentős része ezzel nincsen tisztában, hanem azt hiszi, hogy tényleg állandó a munka megbeszélésében. Ezek a férfiak, ezek nem titkolják. Ezek azonnal ezzel előjönnek. Ezek a férfiak nem azt hazudják, hogy ők tartós párkapcsolatot keresnek. Ők nem tudják, hogy mit keresnek, nem tudják, hogy mit akarnak, készen állnak bármire, nyitottak bármire. Hogy, de hát azért vannak ezek a nők, azért mert azt remélik, hogy majd ők. Nem, egyszerűen az van, nem. És beleértve magamat is. Azt érzik, hogy ezzel a csávóval nekik jó. Sőt, nem is azt érzik, még inkább azt érzik, hogy a csávó az valamilyen módon dominálja őket, és ugye milyen módon dominálja őket, úgy, hogy az dominál téged, aki úgy érzi, hogy neki kevésbé van szüksége rá, mint amennyire neked szükséged van rá. Az egy nagyon szexi és vonzó dolog, ez mind a magászisztől, meg a... Ezek a csávók ezt tudják. Hogy úgy, hogy a csajoknak jó velük lenni, nagyon pozitív energiáik vannak, mindig, mindenben, minden téren. Hát, jó velük, de ők nem ígérnek semmit. Nem ígérnek semmit a világon. Csak azt, hogy érezzük jól magunkat együtt, jól érzik vele magukat, és valahogy azt érzik, hogy ha ők mondjuk szakítanának, őket jobban megviselné, mint a csávót. És ez így nagyjából elég is. És biztos, hogy igen, meg is viselni. Na most az van, hogy ez egy ilyen csávó,
aki így él, három, vagy akár négy, vagy akár még több nőt is párhuzamosan, úgymond érzelmileg tart. A nők általában véve nem azért vannak benne ilyen helyzetekben, nem csak azért, mert jók az energiái, meg jó vele lenni, hanem azért, mert minden nő, szinte minden nő imád megmentő lenni. Tehát, hogy itt valami itt általában ilyen sebzetnek tűnő lélekről van szó. Aki azért nem akar elköteleződni, mert valami gond nyomja a lelkét, és majd én ezt kibontom, és nekem megnyílik, és majd én megszelídítem a tigrist. Az egy más kérdés egyébként, hogyha viszont sikerül megszelídíteni ezt a tigrist, és majd a kedvencben fog zapkását tenni, akkor már lehet, hogy nem is lesz ennyire szexi a nőnek, mert persze, ő alapvetően magát a szelídítésnek a műfaját szereti, és azt keresi. Tehát általában itt találkoznak össze szerintem az ilyen férfiak, az ilyen nők, mert ez egyik a megzabolázhatatlan, a másik meg az, aki a megzabolázó szeretne lenni. Most az van, hogy ezek a csávók, ezzel a 4-5 nővel, ők ezeket a nőket kvázi lekötik érzelmileg. Tehát a nő az nem jellemző, hogy egy nő olyan könnyen megosztja magát érzelmileg több partner közt. Uh-huh. Kevésbé képes erre, mint a csávók, akik hát érzelmileg ilyen helyzetekben hát nem nagyon vonódnak be olyan módon, úgymond érzelmileg. Főleg egy ilyen Tinder dzsigoló, nem köteleződik el egy ilyen, nem tudom én, valamilyen kapcsolatnak, ahol mit én hetet általában csütörtökön szoktunk találkozni. Ebben ezek a nők azért érzelmileg bizonyos fokig, vagy bizonyos szinten le vannak kötve. Na most itt egy csávó leköt 4-5-6, vagy több nőt. Ezek a nők bizonyos férfiaknak hiányozni fognak a húspiacról. És itt születnek az incellek. Hát akkor az incelek miért a nőkre dühösek? Miért nem azon férfi társaikra, akik foglalkoztatják és stoppolják? Mert azért, mert nem látják át az egész a komplex képletet. Őket azok a nők irítálják, akik kint vannak a húspiacon. Tehát folyamatosan rengeteg nő kint van amúgy a húspiacon. Hát azok őket lepattintják. És az ő élményük, az ő sérelmük ehhez kapcsolódik. Nekem meggyőződésem, hogy az inceleket egyrészt azt bántja, hogy lepattintják őket, másrészt azért, hogyha megnézegetném mondjuk az inceleknek a Tinder fiókját, és azt nézném, hogy kiket húzogat, aztán jobbra van az, hogy tetszik, és balra az, hogy nem, akkor azért magas elvárásokkal rendelkeznek ezek az incelek. Tehát valószínűnek tartom, hogy egy picit ő is lejjebb tenni a lécet. Hogyha azt mondanám, hogy nem feltétlenül egy Insta modellel kell, hogy összejöjjek, hanem lehet, hogy ha nekem eláll a fülem, akkor ő neki meg lehet csáli a fuga, akkor talán találkozna, de nem. Nem érted az incelségnek a lélektanát, ezért gondolod azt, hogy ők nekik túl magasak az elvárásai. Ők elfáradtak a harcokban, a csajokért, az önérzetük elnyűjt a harcokban. Tulajdonképpen elestek a nemek háborújának frontján. Ők minden alkalommal összeszedték magukat, hogy kihozzák magukból a relatíve legtöbbet, legjobbat. De tele vannak komplexussal. És ők úgy érzik, hogy okuk is van rá, hiszen hát az a komplexus lényege. Vagy testi komplexusaik vannak, vagy szellemiek, vagy verbálisak, vagy éppen az önbizalmuk, meg az egójuk. Őértük jönnek el a puha trénerek, őértük jönnek el. De igen, de bár azért mindenkinek van, mindenki érti, tudja, hogy mi az a komplexus. De más regiszterek, tehát olyan különböző szintek és fokok és mélységek vannak ebben, mint a pokol körei. Van az a foka a sértett önérzetnek, már 50-szer megpróbáltam magam, de nem tudom feldolgozni a visszautasítást.
Már nem tudom, már nem vagyok hajlandó földolgozni a viszontasítást. Annyi viszontasítást kaptam, mindegyik után sírva zokogva mentem haza. Mi a különbség a között, aki csajoz, tud csajozni, és az között, aki nem tud csajozni? A között, amelyiknek jut punci, meg a között, akinek nem. Tényleg valójában nem a külsőd, nem az öltözködésed, nem az, hogy még csak nem is az, hogy büdös-e a szád. Még csak nem is ez. Azért hanem kizárólag, igen, állítólag számít, vannak ilyen legendák. Hanem elsősorban az számít, hogy te el tudod-e hinni magadról, hogy csajot tudsz csajozni, vagy nem tudod elhinni magadról, hogy tudsz csajozni. Van, akinél elnyű a kudarctűrő képesség. Nem tudja felépíteni a saját önbizalmát, egészséges önbizalmát, és elfárad, és egy bizonyos ponton feladja a nemek harcát. És azt mondja... Ez mind a két nemben megtalálható. Tehát nekem a fő problémám ezzel a maga a gyűlölet jelenség, a sértett gyűlölet jelenség férfi és nő oldalról is egyaránt. Tökre meg tudom érteni ezt a férfi csoportot, és láttam én is számtalanszor, hogy mennyire arrogánsan, milyen primitíven tudnak szó szerint lepattintani magukról lányok, fiúkat, vagy nők, férfiakat. Kicsit még össze is nevetnek a barátnőkkel, hogy mit képzelt ez magáról. Hát hogy a fenében ne lenne aljas húzás, úgyhogy tényleg összetöri az egóját a másiknak. És közben a nőknél, vagy a lányoknál hány olyan van, hogy soha nem őt választják, mert mindig a barátnőjét választják. Soha nem őt, ha oda megy hozzá egy fiú, akkor azért megy oda hozzá, hogy add már meg a barátnődnek a telefonszámát. Akivel mégis összejön, arról kiderül, hogy nem is gondolta komolyan, mert csak le akarta fektetni. Tehát megvan, mind a két oldalon megvannak azok a markáns, nemekre is jellemző sebek, amiken felnőtt emberként meg kell próbálni megtanulni túlépni, érted? Valahogy feldolgozni saját magadban, mert ha nem teszed, akkor tényleg ott be is zárhatod a kaput, és otthon fröcsöghetsz a kommentek között. Nők egy ilyen, nők úgy nőnek fel, és úgy szocializálódnak szexuálisan, hogy egy ilyen kincs van náluk, amit ők így bármikor, én tudom, hogy vannak kevésbé jó nők, akik nem pont annyira érzik úgy, de azoknál is kincs van, és azok is érzik. A fiatal fiúk azok meg rettenetes puncinségben és hozzáférhetetlenségben vannak, és akkor ezek közt a fiúk között vannak a kellemetlen külsejűek, a kellemetlen öltözködésűek vagy szocializáltságúak, és ezeknek milyen esélyük van? Semmi esélyük nincs. Viszont folyamatosan egyetlen lépésnyire, egyetlen karnyújtásnyira vannak a megátalkodástól. De azt tudod, ez mindig karnyújtásnyira van. Érted? Nagy kincs van a fiatal nők lába között, és nem tudod a bejutni a... Igen, és ezek a fiatal csajok, meg halálsovinisták tudnak lenni ettől. Halálosan meg tudnak bámorosodni ettől. De hát ez az incelképző. Ez egy étege a nőknek, a fiatal lányok nem feltétlenül ezt élik meg, hanem azt élik meg, még a szépek is, vagy a szépek pedig pont ezt a részét, hogy de hát olyan szépeket mondod, de én azt hittem, hogy tényleg érdeklem ő. És nem én érdeklem, nem érdekli azt, hogy mi van a fejemben, vagy mi van itt, csak ez érdekli, amiről te beszélsz. És így beszél el egymás mellett a két, nem? Tehát hogy szerintem a kamaszkor, meg a fiatalkor, az egy óriási ilyen rejtett bombás zóna, vagy aknamező, hogy melyik fél melyikre fog rálépni, mert a fiúk azok igenis meg fogják, igen sajnos azt tapasztalni, hogy nem tudják megfektetni a szép lányokat, mert azokat 25 másik is meg akarja, a lányok meg megélik azt, hogy velem már megint csak azt akarták, vagy tőlem már megint csak azt akarták, és nem érdekli azt, hogy egyébként elvihetne moziba, vagy hogy beszélgessünk egymással. És ez borzasztó. Csak ebből ez a felnőttségnek szerintem, vagy az érettségnek az egyik fontos állomása, hogy az ember ezt valahogy transformálja magában ezt az élményt. Miért akarjak érett lenni, vagy felnőtt lenni, hogyha azzal a monogámia jár együtt, meg a Tinderről való leiratkozás jár együtt, meg a tudod, lezárul, az kicsi halál.
a elköteleződés, nem véletlenül szokták mondani, hogy na, megy a férfi, tudod, a nyaktiló alá hajtani a fejét. Na, de legalább akkor hozzájut minden este ahhoz a testrészhez, amelyikhez szeretett volna. Hát két lehetőség van egy incer számára, hogyha ezt nézzük. Ja, mondja, egy incernek, persze, hát persze. Az incerök. Ja, persze, de ha már incel, akkor ő neki már nem kell, és már meg. Már nem keresi azt az élethelyzetet, tudod? Már elzárkózott a megoldás elől. Ő visszautasítja, ő elhagyta a reményt. És akkor mi a megoldás egy incelnek? Így éljen élete végéig? Hát vissza lehet iratkozni a Tinderre, és újra el lehet kezdeni próbálkozni, hogy el lehet menni puha trénerhez, vagy fel lehet építeni egy egészséges önértékelést, el lehet menni terápiába, meg lehet érteni önmagad, meg lehet, igen, meg lehet, meg annak nyomán el lehet kezdeni elváltozni attól, amilyen vagy, igen. És akkor lehet válni valakivé, vagy olyas valakivé, és tudod, a te faszod egyre többet fog érni napról napra, nem muszáj incelnek maradni. A csajoknak a puncia meg minden napról minden napra értékelődik le, petéjük meg fogy. És akkor szerinted milyen az ideális férfi? Rosszul van föltéve a kérdés, és rossz kérdésre nem lehet teljes választ adni. Na, mi a jó kérdés? Hát, hogy a férfi számára mi az ideális? Nem az, hogy én nem tudom, az én számomra milyen az ideális férfi. Egy férfi számára lehet ideális az, hogy a memetikai világban akarja tovább örökíteni, vagy tovább szórni a génjeit, kvázi a mémjeit, vagy a genetikában akarja, amit a Karl Marx az mindkettőt csinálta, mert annak valami 6 vagy 8 vagy én nem tudom én hány gyereke volt, meg plusz azért a mémjeit is elszórta, tehát lett néhány forradalma is. De hogy a férfinak mindkettő férfias választás. Ha te azt mondod, hogy te a genetikádat akarod tovább örökíteni, és arra teszed fel az életedet, másik azt mondja, hogy jó, ő viszont meg a memetikáját akarja tovább örökíteni. Nem, párkapcsolati értelemben mondom, mert hogy ezek a tanulmányok, ezek mind kizárólag azt vizsgálták, hogy a nő számára milyen az ideális férfi. Szerintem az ideális férfi az őszinte. Őszinte is elmondja a partnerének, hogy mik az ő igényei, mire szerződik. És nem hazudik sem magának, sem a partnerének. Ennyi, és ebből aztán már semmi rossz nem következhet, hogyha ő tényleg őszinte.